falu Rudolf a magyar válogatott egyik világverseny olyan beszélgettünk nem egészen egy nappal a Montenegro elleni nyitány előtt. Mekkora benned a versenydruk, mennyire izgulsz? Érdekes, de most, hogy így itt vagyunk, és beköltöztünk a szállodába, úgymond belaktuk a helyet, ott voltunk edzésen, szemtől szembe találkoztunk az ellenfeleinkkel, most már úgy hogy kezd lassan természetessé válni, hogy itt vagyunk, és uh, így sokkal nyugodtabban tudok készülni, mint amikor még kecskemétről gondoltunk előre, hogy majd mi lesz, majd hogy lesz. Szóval most, most már úgy érzem, hogy, hogy, sokkal jobban, jobban érzem magam a meccsel kapcsolatban. Az edzésen is jól mozogtunk, szerintem mindenki rendben van, én is jól érzem magam, alig várom már, hogy játszunk, tényleg lennék már egy nappal idősebb. Mi lehet ennek a magyar válogatottnak a legfőbb erénye? A kapitány többször is elmondta, hogy nem feltétlenül számolnak velünk az esélyesek között. A magyar csapat viszont 8 döntőre készül ezen az Európa bajnokságon, mindig éppen az előttünk álló legfontosabb meccsre. Mi lehet az erénye, a legnagyobb erénye a válogatottnak? Szerintem pont ez, a, ez az összetettségünk, ami, ami miatt esetleg nem számolnak velünk, mert, mert rengeteg új játékos van a csapatban, ugye engem is köztük értve, akik, akiket nem csak nem csak az általános győzni akarás, hanem egy extra motiváció is mozgat. Első világverseny, ráadásul az edzőistába talán az élen elképesztően bíztat bennünket, fel vagyunk mindannyian hergelve, alig várjunk, hogy ott lehessünk, hogy megmutathassuk mindenkinek, de legfőképpen magunknak. És ehhez hozzájönnek ugye azok a játékosok, akik már a száz fölötti válogatottsággal elképesztő nagy csatával vannak a hátuk mögött, ők meg pont a fékek tudnak lenni egy, egy jó pillanatban, tehát megvan szerintem az az összetétel a csapatban, hogy, hogy mindig meg tudjuk találni azt az embert, aki kell az adott pillanatban, Ö és mindig meg tudjuk találni szerintem azt a taktikát is, hiszen van annyi rutin is a csapatban, hogy, hogy meg tudjuk fékezni magunkat, és ki tudjuk szúrni az ellenfélnek a gyenge pontjait fél éve, bőfél éve kerültél be a válogatottba irányítóként, és ez az a poszt, amely a kapitány számára a legfontosabb az egész kézilabdában, maga is ezen a poszton játszott, nem is akár hogy, nála ez az alfa és az omega. Irányítóként mit tanultál tőle leginkább? Mi az a játékelem, vagy akár teljesen általános dolog, ami miatt a leginkább úgy érezheted, hogy fejlődtél a válogatottban? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tényleg, ha csak lesétálunk ebédelni, a lépcsőfordulóig elérve is tud mondani valamit, amit még soha nem hallottál, viszont ugyanúgy folyamatosan erősíti bennünk azokat a dolgokat, amiket már akkor is tudtunk, amikor vele először találkoztunk nehéz kiragadni valamit ebből a, ebből a rengeteg dologból, amit tőle kaptunk tényleg, de, de talán élen jár a, lehetőség, mert ez a, ez a legnagyobb ajándék szerintem, és, és, az, hogy, az, hogy ezáltal tényleg, és a biztatás által mindig, mindig azt erősíti bennünk, hogy, hogy, hogy képesek vagyunk rá. Tehát ez, ez, a, ez, a, legjobb dolog, amit tanulhatunk tőle, hogy, hogy képesek vagyunk rá, hogy újoncként jól játszunk egy világversenyen, képesek vagyunk rá, hogy hat 5-10 válogatott meccsel eldöntsünk egy, egy vérre menő csatát tényleg ezt, ezt kapjuk tőle minden nap ezt erősíti bennünk hogy hogy bármire képesek vagyunk.